Éppen csak láttam a képernyőt, de egy pillanatra, mintha egy kis dzsik feje kandikált volna ki Roger vála felett. Már ott tartottam, hogy kilónak a konyhába, amikor a dzsik zenekar megjelent a képernyőn. Igazi gyíkok voltak, nem gyíknak öltözött emberek. És rendes hangszereken játszottak. Először ijesztő volt, mint a film, de ahogy játszottak és együttemre ringatoztak, kezdtem hozzászokni. Csak hallgattam a zenét és ringatoztam a gyíkokkal. Azt hinnétek, hogy sokkal lehet olyan gyíkokkal találkozni, amik a hátsó lábukon járnak és másfél méter magasak. Második kérdés. Nevezzenek meg egy híres spanyol festőt, aki gyík volt. A helyes válasz El Gecko. Helyes! 500 000 agámai dollár! Igen! Anyáék hoztak nekem egy klassz övet ezüst csattal. Egyik van rajta türkizből.